estét kívánok, sziasztok! Boldogsággal és szeretettel és vidámsággal köszöntöm minden kedves hallgatómat és nézőmet, és hát még mindig tájszólásban beszélek néha, tehát látjuk az, hogy miután, amióta nem készítettem videót, a szakállam is kinőtt. Na hát így évvégén kíváncsi voltam én is, hogy nézek ki még mindig szakállal, nagyon-nagyon öregítte. Hát nem tudom, semleges a dolog, csak ezért dövesztettem meg. Közben nem volt karácsony, a fényünnepe, és én nagyon-nagyon sok világossággal és fénnyel telítődtem, úgyhogy remélem ebből valamennyit át is tudok adni nektek. Vágjunk bele, hát a fejlődés törvényéről kellett volna előadást tartanom, illetve hogyha még vannak, lett volna kiegészítő a karma törvényéhez, de hát lényegében az is, amit akarok mondani, mind ezzel kapcsolatos, tehát fénnyel, világossággal kapcsolatos, tehát hogy miért nem tud az igaz isteni fény elérni hozzánk, illetve miért nem tudunk mi az isteni fénybe úgymond beállni, hogy mondjam, megfelelő intelligenciához jussunk ahhoz, hogy éljünk jól. Tehát, hogy ne csináljunk szamárságokat, ne vétkezzünk nagyokat. Nem is a szó hétköznapi polgár értelmében, hanem spirituális, kauzális értelmében. Ugye, hogy tehát az egyetemes törvények logikája szerint éljünk, stb. Stb. Tehát, hogy mi az emberiségnek a nagy-nagy-nagy nyomorúsága. Engem sokat foglalkoztatott ez a kérdés régebb is, hogy mi a csoda lehet az a bűnbeesett gondolkozás. Na most figyeljünk, mert a fejlődés vagy van, vagy nincsen, és a fejlődés mindenképpen a gondolkozásunk. Tehát a belső, az önmagunkról való gondolkozásunk, nem a külső tudományos gondolkozási képességünk, hanem az Istennel való kapcsolatunk minőségére vonatkozik ez a világosság, ez a fény, fényszerűség, fény, világosságszerűség, yang, tehát isteni világosság logikája szerinti gondolkozási és látási képesség. Tehát, hogy ezt az ember nem tudja, mert hogyha sikerülne ezt elérni, tehát úgymond a Szent Szellemmel egyfajta ilyen, tehát a szent logikával úgymond, tehát avval a logosszal, amiképpen történik minden, aminek történnie kell, ugye, hogy egy kis együttműködésbe tudjunk kerülni, hogy ne állandóan csak olyan ostoba áldozatai legyünk a sorsnak és a karmaoldási kényszernek, tehát hogy tudjuk előre látni egy kicsit azt, hogy mit is kellene csinálni, nem másért, hogy elkerül, ez akkora szamárság az asztrológiába is belevegyült, hogy jósolgatni, és akkor én el tudom kerülni, és ki tudom cselezni a sorsot, és akkor előre készülök, és akkor mit tudom én, többe főtt ezt teszek majd a kamrába, vagy nem tudom, hogy... Na, ezek hülyeségek így, tehát nem erről van szó, hanem hogy lehetne az, hogy abban a logikában éljek, azzal a logikával együttműködve éljek, tehát nem mind állandóan csak a sorsomnak és a karmaoldási, úgymond kényszerűségemnek és kötelességeimnek és rendeltetésemnek legyek az áldozat, hanem azzal vidáman együtt hatolva és csúnya szóval mondva kollaborálva, tehát együtt működve és szüntelenül megbújhodva ennek az érdekében és a megbújhodást, tehát a legtöbb ember attól szenved, hogy meg kell újhodni, attól szenved, hogy meg kell változni, tehát a változást élvezve csinálni. Itt ez a lényeg, hogy ami a legnagyobb kínszenvedés lenne egyébként a földi, az ember földi életébe, a változás, mert azzal van nehézségünk, nem? Azzal van a problémánk, hogy mindig és folytonosan és állandóan, hogy mondjam, de nem akárhogyan kell új és új emberé válni, hanem mind jobbá és jobbá, jóságosabbá. Tehát és a jóságosság ebben az esetben nem csak szeretetet jelent, hanem főként világosságot, ugye? Na most erről a megvilágosodásról van szó, hogy ezt miért nem tudja az ember, az az emberiség elérni, vagy egyes emberek. És itt akkor most még egyszer elmondom, hogy a videóim nem arról szólnak, hogy most
Mert itt, hogy mondjam, tehát a világ játszmázásának a kritikája is folyik, de ez nem azért, hogy én meg akarom szüntetni a... Tehát nem vagyok olyan idealista, hogy a világot én megváltsam, és jobb belátásra tereljem, és akkor megszűnjön a ukrán orosz háború, meg az Izrael, illetve zsidó és palesztin háború, stb. Vagy hogy a WHO ne eszeljen ki újabb vírust, és ne küldjön reánk, mert arra készül a szerencsétlen, látom. Na, tehát nincs itten szó világmegváltásról, és én nagyon is jól látom, hogy milyen kevés ember nézi a videóimat, nem vagyok én ettől, hogy mondjam, nincs amitől ellegyek magamtól, ugye, és hogy mondjam, hogy ez ilyen veszőparipára üljek, ilyen nyilasi, hamis veszőparipára, tehát magas lóra, úgymond, hanem akik követik a videóimat, csak akiknek mindig mondom, hogy a volt horoszkóp rendelőimnek és a jövendő horoszkóp rendelőim számára készítem ezeket a videókat, hogy lehetőleg tényleg még boldogabbak, és még egészségesebbek, és még normálisabbak, és ne legyen egy teher is, egy nyomorúság az élet, és ne legyen egy állandó stressz és feszültség, hogy ebből megyünk be, és abból megyünk is, ebből a krízisből. Alig jöttem ki már, mint egy gödörbe, bukkok is bele a következő sors vagy életkrízisbe. Megszűnik egy konfliktusom valakivel, akkor megint egy másik személlyel lesz konfliktusom, és így tovább, vagy bármivel. Tehát ebből, hogy lehet kiszállni a sorsnak ebből a csapdájából, úgymond ebből a labirintusából, de itt nem erről van szó, hogy kiszálljás, ott hagyjál valamit, hanem hogy bejussál. Ez az érdekes, értjük? Nem kiszállni kell valahonnan a sorsból, például a sors mechanikájából, labirintusából, nyomorúságából, csapdájából, hanem be kell jutni valahová, tehát be kellene jutni a mennyek országába, ahogy beszél, ahogy mondja Jézus, hogy keresétek azt meg, és akkor majd a többit megkapjátok ráadásul. Na de ebbe tudjátok, hogy mi gátol meg minket? Az eszünk, az egyszerű, kulturális, úgymond, tehát az emberiségnek van egy ilyen több ezer éves kulturális öröksége, de most ez a bűnbeesés, bűnbeesett gondolkozás, arról, hogy tehát a karma szerinti gondolkozás, hogy lehetne úgy csinálni, hogy az eszünk és a tudományunk és a tudásunk segítségével nyerjük meg az életünket. Erre fel ezelőtt 2000 évvel megjelent Jézus, és megmondta, hogy nem lehet, hogy ilyen nincs. Tehát az életet megnyerni nem lehet, és aki meg akarja nyerni az életét, elveszti azt. De lehet más csinálni, tehát nem az életét, hanem ez túl általános. Tehát az életét úgy akarod megnyerni, hogy a tudomány segítségével és a világi logikák, a politika, a huncutkodás, a ravaszkodás, a spekuláció, a többiek átverése, és ma ezt aztán nagyon-nagyon felfokozottan láthatjuk, ugye, aki néha járok ide-oda a vendégségbe, és akkor látom a tévében mi megy, mert nálunk nincsen, hogy csupa hazugság megy mindenütt. Nem csak a reklámokban, tehát azok pofátlanok, azok ordinári dolgok azok a reklámok, de maguk a filmek is, még a gyermekeknek szóló rajzfilmek is. Pofátlan, hogy mondjam, látom, hogy idomítások és beetetések és a gyermekeknek a behűítése azért, hogy majd legyenek jó fogyasztók, illetve hogy legyen mindenféle zavaros gonosz, mert jó, hogy a népmesékben, a régi népmesékben is megjelent egy gonoszságot megtestesítő figura. De most mind, tehát az a jó rajzfilm, amiben minél több a gonosz, lehetőleg mind legyenek azok, ugye, és akkor ott egymással háborúzzanak, vagy cselezzék ki egymást, és használják ki, és toljanak ki egymással, és rúgják egymást jó fenékes, vágják egymást jó pofons. Ordítás, nagy-nagy kiabálás, nagy égzunk az engés, és mit tudom én, földindulás, fejemben egy nagy kopanás, és ez folyik, és a szerencsétlen gyermekeket már gyermekkorukban hozzászoktatják, hogy ilyen az élet. De nem ilyen. De nem ezért volt kitalálva, nem így volt kitalálva, illetve ilyen, de nem kellene, hogy ilyen legyen. És nem kellene, hogy ekkora mértékben ennyire szédült és kábult és hülye legyen. Nos, tehát én
A kultúrával kapcsolatosan felfedeztem azt, hogy ebből kifolyólag, hogy mindenki karmája szerint gondolkozik, és akkor ez így lerakodott a szokásrendbe, és hogy még a művészetbe is, úgymond, belopózott, aztán ott aztán nagyon meghonosodott. Tehát az egymásnak az átverése, tehát valahogy, hogy mindenki nyerészkedni akar a többieknek a rovására, vagy a többiek hátán, mindenki reklámoz, mindenki elmondja, hogy milyen jó cuccai vannak, közben azt is tudjuk, hogy direkt úgy csinálják már, mert hatalmas az ipari fejlődés, ugye, a technológia, és akkor most már olyan autókat, olyan mosógépeket, olyan hűtőgépeket gyártanak, hogy minél hamarabb romoljanak el, hogy lehessen újat venni, mert másképp leáll az ipar. És akkor mindenki gyúrja és nyomja az ipart, és akkor mindenki dolgozik azért, hogy vehessen olyan mosógépet, olyan hűtőgépet, olyan hűtőszekrény, bocsánat, és más dolgokat, vagy olyan autót, amire direkt kiszámítják a mérnökök, hogy lehetőleg csak 3-4-5, vagy attól függ, hogy milyen tárgyról van szó, 10-15-20 évig tartsanak. Nem úgy, mint régen, az ember vette egy autót, és itt tudom én, 50 év múlva is jó volt az autó, és használható volt, és ment, és stb. Hát a legutolsó ilyen jellegű autó, ugye a ladák voltak, meg mit tudom én, nyugati típusú. Én Romániában ezt szoktam, hogy ez volt, ami még jól működött, 40-50-60 évesen is. De még vannak ilyen márkák, ilyen típusok, régiek. Na mindegy, ezzel nem ez a videó tárgya. A lényeg az, hogy van egy ilyen háttérzaj, tehát egy ilyen mentális háttérzaj, amiben élünk, és ami elidegenít minket a saját belső mágikus erejű teremtő közvetlenségünk. Tehát ahhoz, hogy nem működik jól ez a bizonyos teremtő erő, amiről ottan a Secret filmben és mindenütt ottan beszélnek, tehát nem spontánul vagy az agykontrollban, ugye? Tehát ez nem kellene agykontrollozni, és nem kellene mágiázni, és nem kellene semmilyen csinálni, mert azzal az ember pont úgy rosszat csinál magának, mintha egyébként erőszakolja a természetet, és mit tudom én, hogyha ugyanannyit jelent agykontrollozni valahol, mint műtrágyával úgymond szaporítani, vagy hogy mondjam, serkenteni a termést a mezőgazdaságban. Hosszú távon rossz, hosszú távon nem hoz jót. Értjük? Tehát mindaz, amit erőszakosan termelünk ki, vagy erőszakosan hozunk létre, vagy erőszakosan beidézünk magunknak, és itt a mágia is erőszak, úgy értsük ezt a dolgot, azt elveszítjük, vagy az a kárunkra lesz hosszú távon valamikor. Tetszik érteni? Mert nem biztos, hogy amit te erőszakosan megszereztél, akár csellel, akár furfanggal, akár tényleg rádolgozva, keményen, stb., hogy az neked éppen olyan életfeladatodban áll, amitől fejlődni tudnál, illetve aminek a segítségével olyan képességeit fejlődnek ki, amelyek segítségével megint csak, ugye, karmát tudnál oldani. Értjük? Tehát, hogyha lehet, hogy tisztességesen és becsületesen dolgoztál valamit, legtöbbször ma azért még van ilyen, itt-ott, meg amott, ugye, de akkor is, akik viszont nem tisztességesen és becsületesen munkával szerzik meg úgymond a pénzt, vagy a kenyeret, ahogy szokták mondani, azok viszont elszívják tőled, tehát ezt az értéket, ezt az energiát, ők, hogy mondjam, a saját, tehát az ők hasznára legtöbbször a, úgymond a kapitalisták, vagyis a munkaadók, és így tovább számára hozod létre, vagy a többiek, akik ottan a szolgáltatásban dolgoznak, úgymond, és az csak egy ilyen látszat munka, nem igazi termelői munka. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogyha a horoszkópunkból kiolvasható szellemi fejlődési programunknak megfelelő logika szerint tudnánk élni, tehát a megváltás logika szerint tudnánk élni, és az egyetemes törvényeknek megfelelő logika szerint tudnánk élni, illetve a tényleges szükségleteiknek megfelelően tudnánk élni, akkor sokkal többet élnénk, egészségesebbek lennénk, és persze valamivel boldogabbak is lennénk, mert tényleg több időnk lenne, hogyha az ember a többlet időt nem használná megint csak szomásságokra, például tévénézésre, vagy kábítószerezésre, vagy italfogyasztásra,
az italozás melletti hülyeségekről való beszélgetésre, ugye? Tehát miről van szó? Arról, hogy az ember azáltal, hogy van benne egyfajta kényszer rafinéria, tehát hogy ne mondja ki az, hogy valamit azért csinál, hogy én kimondom becsületesen, hogy ezeket a videókat azért készítem, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy fej vagyok, milyen okos vagyok, és rendeljetek tőlem horoszkopot. Ebben nincs semmiféle álcázás, ugye? De megfigyeltem, hogy rengeteg ember csinál olyasmit, úgy öltözködik, vagy úgy olyan fizimiskát csinál magának, vagy olyan, mit tudom én, olyan stílusban beszélget, vagy jár kell, vagy arról nem is beszélve, hogy reklámot csinál, vagy egyebeket, ugye? Hogy benne van mindig az, valahol a háttérben, hogy ezt a dolgot nem egészen azért mondom, mert nekem jön, hogy ezt így mondjam, hogy én viszont elmondtam az előbb, hogy azért is, de tényleg valamikor így felgyűlemlik bennem a mondani valós, nem érzem jól magamat, hogyha nem tudom elmondani. Vagy nem tudom leírni tanulmányban legalább. Ugye? Vagy cikkbe kiírni legalább a Facebookon. Tehát az ember van ilyen, hogy kényszerítve érzi magát, hogy a benne levő szellemet adja ki, ami benne úgy érzi, hogy pozitív és jó többiek számára. Ez egy nagyon jó magatartás, és nagyon helyes is tessék csinálni, csak persze nézzük meg, hogy van, amikor az ember azt hiszi, hogy nem tudom, hogy milyen szép, csodálatos dolgot akar, és tud kimondani, és közben blabla az egész, vagy éppenséggel nem törvényes. Az egyetemes törvények szerint, ugye, és akkor nem csak, hogy nem érdekes, de van, amikor, tehát rengeteg ember fecseg össze-vissza, és nagyon szépen el tudják mondani, és nagyon szépen be tudják csomagolni a mondani valójukat, és így tovább. És még érdekes is, érdekel sok embert, mert azt hiszik, hogy meg tudják nyerni vele az életüket, ugye, hogy okosabbak lesznek. Mit tudom én, vagy 10 éve ezelőtt hívták fel a figyelmemet nekem Bogár Lászlóra, és akkor elkezdtem nézni, és tényleg milyen okosabb beszél, csak néha azt vettem észre, hogy nem teljes, amit mond, és nem egész, amit mond. Akkor elkezdett misztifikálni, akkor most szépen előállt azzal, hogy nem tudom milyen belében, vékony vagy vastag belében valami, azt is nagyon-nagyon burkolta és szélzatosan, nagyon érdekes módon adja elé, hogy meg kellett őt műteni, mert rutin vizsgálaton kiderült, hogy van valami jóindulatú, de mégiscsak közé, csomó vagy mit tudom én, daganat vagy mi a fene. És akkor, hogy köszöni szépen az orvosoknak, hogy megadták a lehetőséget nem az újjászületésre, szerencsére szerény ember, azért az igazság, ezt adjuk meg neki, hanem csak a továbbélésre, és így úgy. De könyörgöm, akit annyian követnek, és annyian okos dolgokat mond, az hogy nem tudja, hogy akár a végbelet nézzük, akár a vastagbelet nézzük, akár a vékony belet, ezek mind szakaszok az emésztőrendszerünkbe, és mindegyik valamelyik konstellációhoz tartozik. Most én nem tudom, hogy éppen neki vastag bele vagy vékony belébe lett ez a daganat, amit kimütöttek belőle, de hogyha vékony bél, akkor a szűzhöz tartozik, hogyha vastag bél, akkor a mérlekhez tartozik, vagy éppenség a skorpióz, attól függ, hogy melyik szakasza neki, és így tovább, és akkor valamelyik konstelláció által megtestesített szellemi géniusszal valahol még sincs harmóniában. Tehát megint az van, amit Jézus mond, hogy vakvezet világtalant, vagy valami ilyesmi. Tehát egy csomóan hallgatják, nézik, oda vannak, és nem átveszik a bölcsességét egy olyan embernek, aki mégsem teljesen bölcs, mert nem tudja, hogy valamit nem tud megemészteni. Tehát spirituális szempontból, kauzális szempontból, értjük? Na, tehát mitől lettünk így elidegenedve önmagunktól, nem csak azáltal, hogy az asztrologusok elkezdtek jósolni, és attól kezdve megfosztották az emberiséget a legnagyszerűbb és a legjobb, a legelső tudománytól tulajdonképpen, a legelső tudománynak a használati lehetőségétől, azt legelsőt úgy értem, hogy minőségileg, tehát érték szempontjából, mert ez az egyedüli sorstudomány. Értjük? Ez a komoly sorstudomány.
A filozófia, a pszichológia, még a misztika és a metafizika, a vallásról nem is beszélve, hogy mondanak szép általános dolgokat, és helyeseket is, és világosakat is néha, és jó és megfontolandókat, és betartandókat, de nem mondják meg személyesen, mert nem is azzal, nem, nincs tárgya hozzá. Nem erről szól. Még a pszichológia sem. Hogy neked is, neked személyesen, pontosan, konkrétan a vastag beled fáj, fáj, a végbeled fáj, a combot fáj, a kislábújkát fáj, akkor ez és ezzel a szellemiséggel van problémát. És nézz utána. És kerülj az a harmóniába. Értjük? Na, tehát ez az egyik dolog, de hogy miért nem tudunk közvetlen, én arról beszélek, hogy a vallás segítségével, legalábbis a keresztény vallás segítségével, az asztrológiai alapszintű, úgymond problémáinktól megszabadulva, valamennyire felvállalva ugye azokat, és feloldva azokat, és a betegség és egyéb gyomorságoktól megszabadulva, akkor elindulhatnánk a megváltás felé, na most ezt nem lehet. Nincs ahogy. Hiába, hogy a kereszténységnek megvan hozzá az adekvált tanítása, de komolyan, tehát a karma oldástól, hogy eljussunk a megváltásig, értjük? A karma oldástól, azt az utat az aszcendenstől a sárkányfejig, hogy beszéljek asztrológusi nyelven, ugye már nem tudjuk megtenni. Miért? Pontosan azért, mert az agyunk úgy le van kötve, és a gondolkozásunk és a szellemünk mindenféle kulturális, úgymond, és technikai, tudományos és civilizációs rendészeti, hogy úgy mondjam, fifikázással, tehát egy csomó rafinéria van az életünkben. Értjük? Azért, mert egy csomó ember, hogy Koncsuzsa is énekelte valamikor, mert túl sok ember van, aki jelszavakra gondol, tehát, hogy jelszó lett az életünkben, mit tudom én, mindenki. De itt nem jelszóról van szó, hanem a fifikás, rafinált gondolkozásról, hogy mindig van valami az öltözködésben, a divatban, valami, amivel én csábítani akarom a másikat. Tehát az állatvilágnál ez természetes és normális, hogy nem tudom, a teknős béka valami ősszelleme, mert nem egy teknős béka csinálja ezt, ugye, az ősszelleme, a géniusza, a teknős békakaságnak a géniusza, ott is valamelyik fajtának kinövesztett egy valami fehérséget, vagy valami színes dolgot a nyelvére, és akkor az kienged, és akkor az valahogy úgy rá tud harapni, hogy a nyelve nem mozduljon, és a halacska oda megy, hogy azt hiszi, hogy valami giriszta, vagy stb. Hogy az kapja be, és akkor ő kapja be tehát a teknős béka a halat. Tehát ezt nevezem, vagy a kameleon, amit csinál, stb. Ezt nevezem én rafinériának, hogy az, amikor az ember csinálja azt, hogy úgy öltözködik, olyan frizurát vágat magának, mit tudom én mi, hogy most mire lettem figyelmes, hogy valahol kimutatták a statisztikailag pszichológiai felmérések alapján, hogy én mi úgy tudjuk, hogy a rendes ember, a jó ember, a megbízható ember, akinek a társaságában jól érzed magad, és nem kell féljél attól, hogy valahol becsap, vagy hozzád vág hirtelen valamit, vagy valami ilyesmi, vagy jön és beléd harap, vagy kigúnyol, vagy rágal, megrágalmaz. Tehát nem, a nők még mindig olyan primitívek vagyunk, hogy a női, persze biztos a férfiaknak is van valami primitivizálódás, visszamaradva például az alkoholfogyasztás, vagy ilyesmi, de maradjunk annál, hogy a nők még mindig a durva, a kegyetlen, tehát a rossz fiúkat, úgy mondják ezt szépen finom pszichológiai nyelven, kedvelik, tehát hogy nekik, tehát ők arra buknak, és főleg a lányok, főleg a tini lányok, akik ilyen betörői frizurával állnak elé, ugye és betörői képpel, azoknak nagyobb sikere van, és akkor azt látom, hogy olyan rendes, egyébként rendes fiúk, vagy férfiak, akik egyébként úgy komolyak, és úgy tényleg korrektek, beszélsz velük, nincs semmi probléma, de betörői képpel állnak elé. És akkor nézem, hogy miért. Tehát valahol akkor innen látom, hogy rafinált, mert ő arra játszik. Tehát fordítva van, hogy régebb igyekeztek az emberek minél szebben öltözködni, minél, mit tudom én, hogyha szegény volt, akkor is igyekezett magára valami, ha nem is, mit tudom én, milyen drága kosztümöt felvenni, de öltönyt, ahogy szokták mondani, de
De azért legyen az tiszta, de azért legyen az takaros, az legyen valahol mégis egy kicsit elegáns, a haja legyen gondozott, stb. Nem, most a gondozatlanság az, ami még mindig valahol behozza a nőknek, vagy a gyermek, a lányoknak az agyába, ugye, vagy tudattalanyába, vagy kisagyába, vagy nem tudom, hogy hol, azt, hogy ők, azt itt jelzi a gép, hogy mindjárt vége az előadási lehetőségnek. Nem néztem meg a memóriát, bocsánatot kérek, úgyhogy lehet, hogy meg fog szakadni. Tehát legalább nem baj, ezt zárjuk le gyorsan, hogy a rafinéria ez tehát, amikor valami háttér gondolat van. És az egész emberiségnek, és főleg most a fogyasztói nyugati típusú társadalomban, mindenkinek van valami rafinériája, mert és mindenki játszmázik, értjük? Mert hogy, és akkor mi ez a, nem ez a probléma, hogy átverünk másokat, mert ezt már természetesnek veszük, vagy hogy reklámok, hazugságok és egyebek is, még a filmek is, főként azok megjátszottak, meg a pornóipar, az aztán nagyon nagy,